Június 9-én egyeztető fórumra hívta partnereit a tiszafüredi rendőrkapitányság. A fórum célja az volt, hogy a jelenlévőkkel értékeljék az együttműködés formáit, területeit, illetve javaslatokat fogalmazzanak meg a közterületek biztonságosabbá tételére. Az egyeztető fórumot Potonai Zoltán, alezredes, a tiszafüredi rendőrkapitányság rendészeti osztályának vezetője nyitotta meg. Egy rövid bevezetőben elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok mellett javaslatokat vár arra a kapitányság, hogyan végezze a továbbiakban a feladatait. Az alezredes néhány adattal jellemezte a 2016-os év eddig eltelt időszakát, a kapitányság illetékességi területén csökkent az elkövetett bűncselekmények és a közlekedési balesetek aránya a múlt év hasonló időszakához képest. A fórumon egy eszmecsere alakult ki a jelenlévők között, jó és rossz tapasztalataikat, az egyes településen jelentkező problémákat és azok lehetséges megoldásait sorolták, illetve a közbiztonságot fenyegető cselekmények megelőzéséhez kérték a kapitányság a rendőrök segítségét. Tiszaőrs képviselője ahhoz kért segítséget, hogy bár kedvező a község bűnügyi statisztikája, egy kamerarendszer képítésével még javulna a közbiztonság. Kérdésre válaszolva Potonai alezredes elmondta, hogy nem tapasztalták migránsok jelenlétét a térségben, de előfordulhat, hogy a migráció útvonala Romániába tevődik át, és így a két főúton is megjelennek ilyen csoportok. A nyári szezonban az üdülőterületen a szabadstrandon figyelemmel kísérik a kiskorúak jelenlétét, és az ott talált gyermekeket a rendőrök hazaszállítják. Amennyiben a szülővel együtt tartózkodik a fiatalkorú a szórakozó helyen, akkor rendőri intézkedésre nem kerül sor. Az úgynevezett finn módszert a tiszafüredi rendőrkapitányság is alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy egy óra alatt egy bizonyos helyszínen minden járművezetőt ellenőriznek, szondával mérik az esetleges alkoholfogyasztást. A tapasztalat az, hogy minden alkalommal kiszűrnek ittas gépjárművezetőt. A drogfogyasztás nem jellemző a kapitányság illetékességi területén. Előfordult, hogy módosult tudatállapotban talált fiatalokat vizsgálatra küldtek, de kiderült, hogy nem olyan szert fogyasztottak, ami tiltólistán van. Nagy rendezvényeken és a nyári szezonban előforduló garázdaság, verekedés esetén a rendőrség akkor tud intézkedni, ha a sértett feljelentést tesz. Sokszor beszélnek az emberek jogsértésekről, de a felelősségre vonáshoz kell, hogy a sértett azt bejelentse. A rendőrség akkor tud hatékonyan intézkedni, ha jogsértés közben történik a bejelentés. Rendezvényeken, falunapokon a szervező felelőssége a helyszín biztosítása. Ebben mindenhol számíthatnak a polgárőrök segítségére. Mivel egyre többen közlekednek, nem mindig szabályosan, elektromos kerékpárral szóba kerültek az ezek által előidézett balesetveszélyek. Az elektromos kerékpár nagyobb sebességre képes, mint a hagyományos, jobban gyorsul, zajtalanul közlekedik, de nem vonatkoznak rá a motorkerékpároknál előírt szabályok. Az alezredes elmondta, az ellenőrzések tapasztalatát kevés ilyen jellegű jogsértéssel találkoztak. A fórum végén Potonai Zoltán alezredes összefoglalta az elhangzott javaslatokat.